Polák Renger, Ídosabli, Polák Renger, Ídosabli. Azt gondolom, hogy ez a varsói koncert most különlegesen jól sikerült, hiszen nem olyan rég jelent meg a teljes lengyel nyelvű lemezünk, és most jutottunk el odáig, hogy maga biztosan tudjuk játszani a dalokat lengyelül is, úgyhogy csodálatos közönség, nagyon elégedettek vagyunk. Mi vitt a titeket, hogy egy lengyel nyelvű lemezt hagyjatok ki? Ez egy őrült gondolat, de az őrült gondolatokból vannak az olyan eredmények, amik előremutatóak, és egy olyan utat indítottunk meg, amit előttünk senki nem csinált. Tehát azt mondom, hogy tehát a világon se tudok példát mondani erre, hogy egy baráti, egy nemzetnyelvén csinálunk lemezt, mi nem angolul énekeltünk, hanem lengyelül, és ezt a lengyelek, azt mondom, az a szeretet, amit tőlük kapunk, és az a fajta törődés, az megérte azt, hogy ezt a hatalmas energiát, munkát belefektettük, mert azért nem könnyű nyelv a lengyel, úgyhogy az Oli az fantasztikus teljesítmény nyújtott. Egy olyan koncerttel fogunk előrukkolni, amire szeretnénk ezt a 10 éves jubilomot felépíteni, azokkal a zenészekkel, azokkal a dalszerzőkkel, akikkel 10 éven keresztül dolgoztunk, közösen szeretnénk ünnepelni Budapesten február 5-én 2016-ban a Barba Negrában, ahova szintén elkísér minket egy lengyel zenekar, a lengyel Bruce Dickinson, Zsagos Kupcsik, aki együtt énekelt velünk dolgokat, ő elhozza a zenekarát, fel fog velünk lépni Sziva Balázs, aki az első 5 évben volt a zenekar tagja, és még olyan meglepetések fogják érni a zenekart, meg a közönséget is, amire kicsit korai beszélni, de előkészületben vannak még egy folyamatosan olyan dolgok, amivel fel szeretnénk vezetni azt a koncert. Azért egy meglepetést árulja. Egy meglepetést? Hogyha meglepetést elárulok, akkor nem lesz meglepetés. A meglepetés az lesz, hogy nektek fogjuk beszámolni először a meglepetésről. Miért érezted fontosnak, hogy meghívd ide Lengyelországba, Varsóba a Hungarikát? Azóta, amikor megtanultam magyarul, többször jártam Magyarországon, és akkor olyan nagy szeretettel fogadtak engem, és olyan nagy érzetet adtak nekem, hogy azt gondoltam, hogy muszáj lenne Hungarikát ide meghívni. Nem volt könnyű, mert nagyon sok akadály volt azt, hogy a nemzeti zenekar ide játsszon Lengyelországba, de szerencsére a kormány megváltozott, és a klub is megengedett, hogy először az egész klubnak az illetébe a Hungarika és a többi zenekar, a nemzeti zenekar elkezdett itt játszani. Ez egy nagy siker.